Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. A mikrofonnál Szakács Dániel, ez pedig itt az Ultrabox Ultra című műsor az Ultrahang Plus csatornán. És nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Záruk Péter Farkas politikai elemzőt. Én is köszöntök mindenkit, most vagyok először. Köszönöm, hogy hívtatok. Mi is köszönjük, hogy itt vagy. Az influencer tüntetés után én egy másik rendezvényről mentem haza, és a vonaton tömve volt, és 90 százalékban tüntetőkkel volt tele. És egy nagyon furcsa érzés fogott el. És idő után rájöttem, hogy csend van. Nem voltak válveregetések, megmutattuk az Orbánnak. Egy teljesen új dolgot hoztunk létre, sose volt meg ilyen, hogy influencerek tüntetnek. Ugye nagyon zavaros a talapzat. Ezek az influencerek támogatják az LMBTQ ideológiát, emellett most kiálltak a gyermekvédelemért. Mégis mit tud ebből a balliberális oldal profitálni, ebből a kegyelmi ügyből? Azt azonban megmutatta ez a tüntetés, hogy, hogy a balliberális oldalon nagyfokú elégedetlenség van a saját pártjaikkal. Ők maguk azt kérték, az influencerek, hogy semmilyen módon senki ne akarjon rájuk piócaként akaszkodni, mert hogy valóban a civil jellegüket szeretnék hangsúlyozni. Ez az egyik. A másik, hogy azért egy új dolgot hoztak létre, ha hátba veregették egymást a vonaton, hanem nagyon érdekes volt, én is kimentem, pontosan azért, mert az újdonságát meg akartam személyesen is nézni, tapasztalni és jó az, hogyha az elemző a gyakorlatban is látja a folyamatokat, és azt azonban le kell szögezni, hogy, hogy nem lehetett tudni előre, hogy azok, az a generáció, amelyik lájkol, like amelyik 20 másodperc után már kattintja tovább a, a következő videóra telefonját, az föláll-e a karosszékből, vagy ő ilyen fotel online huszár, és igazából a lájkot könnyen oda teszi, még jó erőset be is kommentel, de a fene tudja, hogy feláll-e a fotelből. És most úgy nézett ki, hogy felállt a fotelből. Először most 50 ezerre mondták, én nem akarok ebbe beszállni, a hivatalos adatokat még régi miépes koromból ismerem, mert akkor Csurka István és a Miép ott rendezte a rendezvényeit, és állandó számháború volt, hogy akkor hányan voltak a, ezek a fránya szélsőségesek. Ezért az adatokat tudom, 28 ezer nézetméter a szabadon elfoglalható akadálymentes területe a, a hősök terének, és 4400 a szobrok mögötti, ahova nyilván nem állnak az emberek. Na most, ha ezt megszorozzuk minimum hárommal, de ha kettővel is szorozzuk, akkor nagyjából a szervezők azt mondták, hogy akkor egy ilyen 50 ezeren voltak. Szerintem jóval többen voltak. Vagyis a válasz az, hogy, hogy ezek a lájkhuszárok, like mégis ezek mégiscsak fölálltak. Ugyanakkor nagy a szervezetlenség. Tehát ez, ez nincs becsatornázva. Influencerek a maguk táborából meg tudták szólítani ezt az elégedetlen, mind az Orbán kormányon, mind a saját oldalon lévő pártpolitikusokkal elégedetlen tömeget, de ők nagyon, nem nagyon tudtak mit kezdeni velük. Gyengécske volt a szervezés, nem lehetett hallani Azariát <hül> szinte semmilyen módon, vagy csak azok, akik ott elől voltak. Szóval gyermekcipőben van, újdonság, újdonság, lehet, hogy akikkel te találkoztál hazafelé a vonaton, azok nem hallották, hogy mi volt a színpadon. Ugye ez a fő kérdés Egyesült Államokban is, hogy a Taylor Swift beáll -e a demokraták mögé. Tehát itt most ugyanaz a mintázat van, hogy van az influencerek, akiket meg tudnak mozgatni, be tudják egy csatornázni a párt mögé. Hát ez most, nyilván minden pártnak ez a természete, hogy akkor fú, lát egy ekkora tömeget, ó, de jó lenne, hogyha ezek mind az én táboromban lennének, tehát mint a sintérek a kutyák után kezdenek szaladgálni, hogy akkor hogy lehetne befogni ezt a, ezt a tömeget a saját maguk szavazótáborába a szomorú hír az számukra, hogy, hogy, ez a tömeg kifejezetten azért szerveződött meg így és ekként, mert nem akarnak semmilyen módon beszaladni ebbe a gyengécske ellenzéki pártpolitikai arénába, ugyanakkor az elégedetlenségüket meg meg akarják mutatni. Tehát, hogy nagy küzdelem lesz az, azért, hogy, hogy akkor ez a, kvázi influencer tömeg, vagy általuk összehívott tömeg, az aztán végül ebbe a katyvaszba hova fog szavazni. 2010 óta folyamatosan támadja a bal liberális világ az Orbán kormányt, hogy leépíti a demokráciát, stb. Ennek ellenére azt látjuk, hogy az ellenzék annyira gyenge, hogy hiányzik az ellenpolusi demokráciába. Az, hogy influencerek szerveztek tüntetés, és nem a pártok, az egy véletlenszerű lehetett, vagy pedig valaki rájuk szólt, hogy ne a pártok menjenek ki, hanem hanem az influencerek lesznek. Hát ezt nyilván ők tudják megmondani. Én nem vonom kétségbe, úgymond, annak a hitelességét, hogy, hogy ezek az influencerek, akik azért a közélettel folyamatosan foglalkoznak, odafigyelnek, tartalmakat gyártanak, nagy követőtáboruk van. Szóval én nem, nem látnék valami... Mögöttes hatalmat, amelyik majd odaszól, hogy akkor ezt meg kellett csinálni. Fogadjuk el, hát a rapid módon történtek az események, minden ilyen elszabadult hajóágyú ide-oda csapódik a politikai arénába, a jobb oldalon is csapódott össze-vissza, hát össze-vissza beszélt az egész csapat. Először fake news mondta, aztán utána. Szóval ismerjük, ez ilyen a természete a politikának, Fogadjuk el azt is, hogy akkor a másik oldalon is lehetnek ilyen rapid szerveződések. Én sokkal inkább erre tenném, mintsem valami nagy megfejtést keresek mögött. A mi hazánk az az ellenzőki párt, akinek jogos kritikája lenne a kormány felé, hisz ők eddig is támogatták a gyermekvédelmi törvényeket, kiálltak az LMBT-k ideológia ellen, és most ők jogosan mondhatnák, hogy még fontosabb a gyermekvédelem kérdése. Várható-e az, hogy lemorzsolódó lemolzsoló, Fidesz szavazókat felszív a mi hazánk? Hát szerintem ez benne van bizonyos szempontból a pakliba, ez részben benne volt a jobbiknál is. Ennek különböző indokai vannak, nem csak az ideológiai közelség vagy azonosság, hanem sok esetben az úgymond politikai nyelv és szótár is nagyon közel áll ezáltal egymáshoz. És hát nyilván turbulens időkben a radikálisok azok mindig valamilyen módon tudnak nyerészkedni, jó értelemben mondom ezt, tehát a dolgok természetéből fakad, hogy ők is próbálnak szavazatokat nyerni ezzel. Valamilyen módon elképzelhető, hogy, 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 hogy csapódnak hozzájuk szavazok 2010 óta a Fideszre legkevesebben a 2014-es országgyűlési választásokon szavaztak, ugye 45%-ot kaptak, tehát a centrális erőtérnek köszönhetően ez kétharmadot eredményezett a parlamentbe. Tehát amíg a mi hazánk erősödik, a Fidesznek marad egy kétmilliós tábora, addig mondhatjuk, hogy biztonságban van a kormánypárt. Hát a kormánypárt az bebiztosította mindennel magát ilyen értelemben, pénzparipa, fegyver és jogi környezet, hogy úgymond biztonságban legyen. Ugyanakkor látjuk, hogy, hogy a politika ilyen, ahogy a miniszterelnök nagyon jól fogalmazott, ez egy olyan ring, ahol mindenki egy, egy pofonra van a padlótól. Tehát, és hogy az mikor jön, azt láttuk most ezen az elmúlt héten, vagy elmúlt tíz napban, hogy bizony nagyon gyorsan jöhet, és a ring olyan részéről, ahonnan nem is gondolta. Azt hitte, hogy fú, hát ott tök nyugi van, és béke, és, és csend, és karantén, aztán egyszer csak előugrik valami. Tehát jogi értelemben Körül van bástyázva a Fidesz ellenzéke hiteltelen alapvetően, és a mi hazánk pedig még nem akkora, vagy nem, nem olyan típusúan szerepel még a, a politikai arénába, hogy veszélyeztesse, maximum lecsorgó szavazatokat felszedhet, de a monolit tömböt nem bontotta meg semmi. Ha az ellenzéki pártok szerveznek tüntetés, és ott kevesebben lesznek igazából nagy fokmérője lesz, hogy velük is elégedetlen ez a tömeg, aki kint volt az influencer tüntetésem. Hát igen, illetve majd azt kell megnézni, hogy, hogy a maguk a pártok tudnak-e ilyen tömeget megmozgatni. Tehát, hogyha nem influencerek szervezik, akkor melyiknek milyen ereje van? meggyőződésem, hogy a DK sem tudna. Hiába a legerősebb ellenzéki párt nem tudna ekkora tömeget megmozgatni, mert akkor nem menne el a Jobbikos, nem menne el az LNP, és, és oda-vissza. Hát az összes többi, az pedig szerintem egy néhány száz főt tudna maximum megmozgatni. A kormányzat költséghatékonyság jogokra összevonta az önkormányzati választás az EP választásokra. Hát ezt mondja, nyilván, hogy politikai szándék is van mögötte, tehát az, hogy költséghatékony, akkor eddig miért nem, miért nem volt költséghatékony, miért nem tette meg. Ez persze, ez a kommunikáció, de, de alapvetően politikai érdek, tehát a politikai haszon, az a politika világának az alapja. Fidesz maximálisan emellett halad, és hát ezért nyilván összevonta. Ez viszont nagyon nehéz az ellenzéki pártoknak, hogy egyszerre kellene kampányolniuk az, hogy külön identitásuk van az LP választásra, másrészt pedig közös jelölteket kell támogatniuk ahhoz, hogy sikereket tudjanak elérni. Meg is fejtettük, hogy miért vonta össze a Fidesz a, 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 az önkormányzati választásokat a, a parlamenti, az európai parlamenti választásra. Így van, ez, ez szemmel láthatóan okoz is fejtörést az ellenzék számára, mert a tisztánlistás EP választás az ugye azt, azt indukálja, hogy hát magát a pártot, annak az első embereit, vagy képviselőjelöltjeit, vezéreit tolja előtélbe, miközben mondjuk tíz megye jogú város esetében azért mégiscsak az hozott sikert az előző alkalommal, hogy valamilyen lokális módon összefogtak. Na most nem csak az, hogy össze kell fogni, hanem ezt a, ez, a, ez a lokális összefogás kontra párt alapon való kampányvitel, ez unikális, ez, ez nehéz, ö, nem volt még ilyen, ö, hát fejtörő, a Fidesz időről időre azért fejtörőket beépít a rendszerbe, hogy akkor hát nyilván fejtsék meg, ahogy tudják az ellenzéki pártok. Ez azért nem egy egyszerű kommunikálniuk a saját szavazóik felé, hogy most akkor lesz itt egy lista, akkor szavaz külön rám, de viszont közös jelöltek lesznek az önkormányzati választáson, úgyhogy ez ez egy kettős feladat, amit úgy látszik nagyon nehezen tudnak majd megugrani. Ugye Donát Anna is támadja a DK-t, miközben egyezkedniük kell, hogyha meg akarják tartani a pozícióikat. E, így van. Nem utolsó sorban azért az elmúlt ötesztendőben nem maradt olyan egység, nem maradtak olyan egységesek ezek a városi koalíciók. Tehát helyben is azért bomlások voltak, a a különböző pártalapon beült, de városvédő, városi koalíció, összefogás ezért, azért, amazért, egyesületekben azért mégiscsak pártalapon osztozkodtak. <laughs> És így, hogy a, ezek a pártok most azért önálló identitást kezdtek keresni, függetlenül attól, hogy, hogy a, a Fidesz milyen jogi környezetet teremtett azzal, hogy összevonta a két választást. Ettől független folyamatként ez elindult, hogy önállóan keresik az identitást. Na most összerakni korábban az összefogást úgy tudták, hogy nagyjából megegyeztek, hogy akkor az egyiknek ennyi ereje van, ennyi emberele, ennyi jelöltje lesz, listán ennyi, a másiknak annyi. Tehát. <kül> Ha, ha hmm. őszinték akarunk lenni, akkor nem lehet teljes mértékben a Fidesz nyakába varnia egy ellenzéki szavazónak azt, hogy hát most akkor a Fidesz jó kibabrált velünk, mert közöttük is elindult ez a folyamat. És ez, ahogy én látom, nagyon sok helyütt szétfeszíti a meglévő ellenzéki ilyen-olyan-amolyan egyesületeket, koalíciókat, és hát ahogy beszéltük, nyilván emellé még jön az önálló pártkampány is, úgyhogy a kettőből mi fog kisülni, hát majd látjuk. A 2019-es önkormányzati választásokon volt egy ellenzéki áttörés, főleg ugye a megyei jogúvárosokban és Budapesten. Aztán három év alatt 2022-re kiderült, hogy ezek nem a legsikeresebb koalíciók, mint ahogy elmondtad, és azt látták az emberek, hogy a bal oldal nagy rész kormányzóképtelen. Ez sokat hozhatott a Fidesznek szavazókba 22-ben? <coughs> Igen, hozhatott, ugyanakkor azt is el kell fogadni, hogy az ellenzéki, az ellenzéki szavazónak a fejében azért mégiscsak az van, és ez bizonyos szempontból őket összerántja, hogy ez a galát Fidesz a szemét kormány állandóan kibabrál velünk, folytogat bennünket, nem adja oda, hol ilyen jogi környezetet csinál, hol, hol olyan jogi környezetet, és ez, ez, ez úgymond ez az üldözöttség képzete, ez, ez ugyanúgy össze is tartja ezt a csapatot bizonyos szempontból, de a bizonytalanok és a, a, a Fidesz tábor tekintetében, ha akarják, hanem a cselekvő képtelen, vagy rosszul cselekvő, vagy béna kacsa, most mindegy, hogy milyen oknál fogva, de amiket ígértek, azok nem valósulnak meg. Persze, hogy politikai harc eredményeként, de nem biztos, hogy a, a, a Diós Győri választó Miskolcon az feltétlenül most azt akarja kibogozni a választások során, hogy most miért nem ment Diós Győr ügye előrébb, hanem azt, azt, keresi, hogy mi által mehet előre. Nyilván erre számít a kormánypárt, hogy ezt a bénakacsa helyzetet, ezt úgymond helyben, lokálisan a, a, politikai harcban az ellenzék és vezetőinek az orrára olvassák, hogy hát tetszettek volna jobban irányítani a várost. Sokan azt gondolták, hogy a 2024-es LP választások egyfajta tisztító tűz lesz, tehát az az ellenzéki párt, ami 5 alatt van, nem kerül be az LP-be, az akkor megy a lecsóba. Eközben a kormánypárt ugye visszaváltasztotta a fővárosi választási rendszert újra listára, ahol 5 a küszöb akkor is a két párt összefog. Így akár egy párbeszéd is túl tud élni. Ez is egy csapda helyzet volt, hogy akkor mindenkit tartsunk életbe, hogy a fővárosa még ott lesznek ezek a mikropártok? Persze ez is kiolvasható belőle. <kül> a főváros azért más tészta. Tehát, hogy azt mindannyian érezzük, hogy más tészta. Főváros, főváros, az, az valamilyen módon, nagyon sajnálatos módon, de elveszett a, a Fidesz és a, a, a kormányzat számára, és ezt látják, és ebből egy állandó, állandó politikai konfliktus van, az intézményi szinteken állandó anyagi harc van, és a többi, és a többi, hogy konkrétan ez a, ez a változtatás, ez most mit céloz, az, az, azért nem tudom ilyen primér módon kiolvasni, mert hogy általában ugye azt látjuk, hogy azért a fővárosnak majd összes kerülete ellenzéki kézen van. Tehát, hogy most ez maximum fenntartja azt, hogy egy-két kisebb összefogva túlélhet, de, de ez nem mondja meg a Fidesz és főváros problematikát. Hanem maximum csak mélyíti, vagy mélyítheti az ellenzék további belső állapotát a fővárosba, és, és valamilyen fejtörést okozhat Karácsonynak. De összességében összességében hát nincs, nincs fővárosi jelölt még megnevezve. Oké, okay, hogy máshogy sincs, de hát még casting szintjén. Azért a nyilvános castingon gondolom, gondolom azt el akarja kerülni a kormányzó párt, annak az MSZP-nek nagyon nagy bukta volt a nyilvános miniszterelnök casting. Tehát az, az, egy, egy gyengeség jele, amikor ez kihozza. Ja, ez persze, ez így van, és, és, és úgymond van még idő, tehát ezzel nincsen semmi gond. De hát érezzük, hogy azért itt, 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 itt szorult helyzetben van bizonyos tekintetben a kormánypárt jelöltje az lehet civil arcú, vagy lehet pártpolitikus arcú, gyenge, hogy mert hát ha veszít, akkor ne bukjon nagyot, aztán majd valamit kap helyette, vagy éppen nagyon erős, és akkor azt mutatjuk, hogy nem, nincs elveszve a főváros. Ezen még, még ők, is, ők is agyalnak. Az nagy presztízs lenne, ha mondjuk támogatnák Vitézit, nem lesz a Fidesznek saját főpolgármesteri öltje? Hát ezzel, ezzel én csak a saját álláspontomat ö, ö, mondom. Ezzel beigazolódik az, hogy van az ellenzék és a kormány között olyan átjátszási ö, terület, amely által az ellenzék nagyobbik része, azt tudja mondani erre a pártra, hogy ne nevezzük nem én mondjuk az lmp t igaz? Ö, ö, hogy hát áruló mert hát azért azt fogadjuk már el, hogy a legnagyobb kormánypártnak kell legyen ajánlata a nemzet fővárosára. És azt is fogadjuk el, hogy Vitézi lehetett volna a kormánypárt jelöltje. Hát Vitézi nem tartozik máshova, csak nagyjából bekötét, bekötöttség tekintetében, családi, rokoni, minden szempontból a Fidesz környékéhez. Ha Fidesz jelöltként Indították volna, akkor azt mondom, hogy igen, ez egy ajánlat, egy komoly ember, ért is a dologhoz, ö, hogy is mondjam, jól párba lehetne állítani karácsonyjal, aki bizonyos szempontból a kormánypártok számára, ha, ha van, ö, megkelek, akkor, akkor, akkor az karácsony. Szóval jól, jól föl lehetett volna építeni, Hát most LMP jelölt, én úgy gondolom, hogy azért a Fidesznek kellene legyen ö, saját jelöltje. Ugye 2019 ben már Karácsony Gergely szerette volna bevenni saját csapatába a Vitézit, végül aztán hogy államtitkár lett, akkor most viszont egy lépésiba történetett a Fidesz részéről, hogy nem léptek időbe, hogyha alkalmasnak gondolták volna a Vitézit megszerezni. Hát igen, ez, ez, ez is lehet, de valószínű, hogy nem volt egyszerűen napi renden, tehát azért a Fidesz egy nagy párt, ott ütemtervek vannak, ott napi rend van, agenda setting van, abból tovább lépés, és mivel ez az ügy még játszett, nyugszik, mindaddig, amíg nem vesszük előre, a többieknek meg bozgáskényszere van, ezért benyögték az LMP részéről a vitézit, és, és, és hát most a Fidesznek ez egy fejtörést okoz, hogy akkor hogyan is viszonyuljunk a mi volt államtitkárunkhoz, a rokonságunkhoz, akit egyébként meg a főtanácsadónknak a fia igaz ellenzéki párt részéről felkép, szóval érezzük. Igen, ez egy érdekes. Érezzük, érdekes. Igen, érdekes. igen, igen, igen. Viszont most úgy néz ki, hogy az ellenzéknek viszont köztársasági elnök jelöltje nem lesz, mert a DK meg a Momentum azt mondta, hogy ők közvetlen választást szeretnének, és nem indítanak jelöltet. Ugye a mi hazánk az, aki szintén közvetlen választást szeretne, de Csat Magdorna személyében ilyet lesz jelölt. A négy igenes népszavazás döntötte el az, hogy nem közvetlenül választjuk az elnököt az, kijelenthető, hogy semmelyik elnök nem tudta megtestesíteni, a nemzetettségét, hanem Árpi bácsi is inkább a balosoknak volt hős, Sólyom László meg a jobb oldalnak? Na ez egy érdekes kérdés. Ez egy érdekes kérdés. Az világos, hogy a rendszerváltozás során az államfői tisztség, a köztársasági elnöki tisztség de origine, eredet szerint része a paktumnak. Ez a paktum az mdf sds paktum volt. Vagyis már akkor is oké, okay, hogy a törvény azt írja, hogy akkor a nemzetegységét kell megtestesítse, és a többi, és a többi, de hát politikai paktum eredményeként került oda, és egy nagyon-nagyon aktivista ö, első ciklust húzott le ö, Gönc Árpád, nagy fékeket tett be a rendszerváltozásba, nagy bűnöket, nagy bűnök leleplezését takargatta, és a többi, és a többi. A második ciklusában könnyebb volt a helyzet, mert a Gyula kétharmaddal nyert. A magyar nép akaratából. Hiába mi jobboldaliak le voltunk döbbenve, a magyar nép oda tette, és hát nyilván az SZDSZ, mint koalíciós társ, csak örült az ő hosszabbítására. Ugyanakkor mindvégig az jelen volt azért, ennek a paktum politikai oldalnak volt egy, volt egy másik a rendszerváltozás diszkrét báját mutató oldala, hogy azért a politikai elit és a politikai parlamenti összetétel, annak sokszínűsége, mert több párti volt, vagy sok párti volt a bizonyos szempontból, valamilyen kompromisszumkeresést keresést gondolt, vélt a folyamatba, ami a köztársasági elnököt jelöli, három fordulóban kétharmad, kétharmad és sima többség. Gel, kell megválasztani titkos szavazáson, és, és ez 98 után, tehát 2000-ben, amikor az Orbán, az első Orbán kormány Mádel Ferencet javasolta, aki meggyőződésem szerint az egyik legjobb elnök volt, ő azért mégiscsak pártpolitikusa volt ugyanennek a közösségnek. És innentől egészen máig, ez a rendszerváltó diszkrét báj, hogy azért egy valamilyen az egy nemzet egészét megtestesítő, és ne pártpolitikus legyen a, a köztársasági elnök, végleg megdőlt, már korábban sem így volt, de mégis volt egy ilyen elvárás, és ezzel megdőlt, hogy utána majd jöjjön a nagy csapda, amikor Szili Katalint állítja köztársasági elnöknek a, a, a megyesi. azt mondom, hogy mindjárt visszatérünk ide, Szilvi pont, pont volt vendégünk. A mdf paktumhoz egy érdekes adalék, ugye, hogy akkor Király Zoltán kezdeményezett egy népszavazás a köztársasági elnök személyéről, ez 90 júliusába volt, csak alig ment el valaki. Viszont ott ilyen 80-90 százalékos támogatottság volt a közvetlen választásra. tehát mondhatjuk, hogy ez a paktum ez felülírta azt, amit a nép szeretett volna egyébként. <coughs> Ez a jelenlegi parlamentáris közegben alapvetően államelméleti szempontból, jogfilozófiai szempontból nincs baj azzal, hogy az országgyűlés választja. Lehet máshogyan, csak általában akkor ahhoz a köztársasági elnöki jogkörhöz a jelenleginél nagyobb jogkörök társulnak mások. Ez megfontolandó. Én azt hiszem, hogy a politikusok mindig, amikor elkezdik ráncigálni a bevált joghelyzeteket és bevált jogi kereteket, akkor az pótcselekvés. Mert van valamilyen baj politikailag, amivel ő rögtön azt mondja, hogy akkor ő ezt jogilag fogja majd kezelni. Vannak dolgok, amik a politikai problémaként jelentkeznek, politikai problémaként kell kezelni és lezárni. A köztársasági elnöki kegyelmi ügy ezt mutatta. Elindult hajóágyúként, csapódott ide-oda, akkor hirtelen a kegyelmet kezdjük el korlátozni. De miért? Nem. Bocsánat. Vigyük tovább politikai értelemben. Mi, mi, kell legyen egy hibás döntés eredménye? A politikai következtetés levonása. Nem azért, mert rossz a kegyelem gyakorlásának jogintézménye, hanem tessék levonni a következményt. És végül levonták. És slussz, ezzel a sztorinak ilyen értelemben vége kéne legyen jogilag. Működik a kegyelem intézménye, Kettős felelőse van a döntéshozó és az igazságügyminiszter, aki ellenjegyzi, és hogyha hibáznak, levonják a következtetést. Ezt kellene megtanulni. Na most ugyanezt érzem a, 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 az elnöki intézmény megválasztása kapcsán is, hogy akkor most változtassuk meg a, a jogintézményt. Lehet racionalitása, de most nagyon kilóg nekem, mint szakértőnek a lóláb, hogy ez valamilyen politikai cselekvés mutató akció, mint sem a jogintézménynek az érdemi átgondolása. Szili Katalin, ugye elmondtam, hogy itt volt a vendégünk, hogy sem Göncz Árpád újraválasztás, akkor sem merült fel, hogy bevezessék a közvetlen választás, sem pedig amikor ő, ő került sorra, mondta, ő egyébként támogatta volna, mert nagyon népszerű volt, és lehet, hogy ő nyert volna Sólyom Lászlóval szemben. Ekkor ugye Gyurcsány Ferenc az SZDS segítségével megbuktatta párbéli ellenfelé Szili Katalint, és tulajdonképpen ez volt az egyetlen egy választás, ami nyitott lett, és amikor működött ez a három, három fordulós rendszer. Már bádölt is a harmadik fordulóba. Tudom, csak így nem, itt nem volt biztos, hogy ki lesz a harmadik forduló nyertese. Jaj, igen, persze. Hát Megtudtuk, hogy vannak vakondok voltam. a parlamentben. Hát igen, emlékszünk, hogy, hogy ott, ott az, az érdekes volt. Akkor még a szakértőknek be lehetett járni a parlamentbe, nem volt olyan karanténrendszer, mint most, meg a kakasülőről kell ott tolongani, és akkor még rendszeresen én is bent voltam, és igen, az egy nagyon emlékezetes választás volt. Ha jól emlékszem, akkor a harmadik fordulóban három szavazat különbség döntött, és hát nagyon éles vita volt, és hát azt követően ugye Solyom László végül is lenyomta. Szili Katalinnak a jelöltségét, és akkor úgy tűnt, hogy akkor hát igen, valahogy vissza, vissza akarjuk döccenteni abba az irányba, hogy valamilyen konszenzuális, nagytudós Sport sportember. sportember, stb. stb. és olyan is rendkívül aktivista volt, aztán az élet úgy hozta, hogy ha nem, ha nem lett volna ez az attitűdje, akkor is aktivista kellett volna legyen, mert hát jöttek a gyurcsányi évek. De ezzel együtt is ő mindenféleképpen mádöl is, és sólyom is az, hogy a köztársasági intézmény maga az alkotmánybetűje és a végrehajtó hatalomban elfoglalt helye szerint működjön. Azt hiszem, hogy ők ketten tették a legtöbbet ez. Ugye Mádú Ferenc is esélyes lett volna, csak ő mondta, hogy nem szeretné vállalni, mert már idősnek gondolta magát, és ugye így jött képbe, aztán Sólyom László, mint konszenzus ugye az MDF és a, a Fidesz között. Őt ugye nagyon sokan szerették a jobb oldalon is, mivel ugye a gyurcsányéknak egy ellensúlya volt. Hát ahogy meg nem is, mert a radikális jobb oldaliak azok nem szerették a az alkotmányozás folyamatában vállalt szerepe miatt, de összességében igen, tehát ő, azért egy elfogadott figura volt. De akkor ő sem lehet mondani, hogy a teljes nemzetettségét... Olyan úgy se lesz, hát egy, ahol két-három magyar összehajol és nyolc pártot alakít, szóval ez, ez nyilván, ez, ez, ez ábránd, hogy, hogy, majd mindenkit, de az, hogy törekedni kell rá, az, az, az oké. Okay. És ugye 2010-ben jött sokak meglepetésére ugye Schmidt Pál, mert voltak, akik azt gondolták, hogy sólyom folytathatja, de nyilván a Fidesz alkotmányozásra készült, és nem akart egy, egy ellenpontot magának a Sándor palotába. és Schmidt Pál ugye minden megszavazott, végül egy kegyelmi ügy vetett véget az ő elnöki karrierjének. Nem, 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 a plágium. Most. Bocsánat, meg. Igen, ég, plágium. Már most annyira kegyelmesen foglalkozom. Plágium ügy. És a legérdekesebb erre visszagondolva, hogy akkor ez három hónapig húzódott, most viszont egy hét alatt zajlott le. A plágium ügy az nagyon személyes. Az annak a kérdése, hogy a Manus csalt vagy nem csalt idézőjelesen, tudományos értelemben, Lopott valahonnan szellemi tartalmat, amit eladott aztán sajátjaként. Ez egy nagyon-nagyon személyes ügy. Kellemetlen, de személyes ügy. Egy kegyelmi ügy, egy pedofiliával vádlott, és elítélt figurának a segítése, bújtatása, gyerekek megfélemlítése, ahogy fogalmaztam korábban, szívcsakrája volt az egész Fidesznek az, hogy most akkor melyik könyvből hogy idézett Schmidt Pál, vagy a, a, textus hány százaléka egy francia olimpiáról szóló könyvnek a része, és hány százaléka saját, legyünk őszinték, ahhoz képest, hogy, hogy kinek adott kegyelmet Novák Katalin, és írta ezt alá Varga Judit, messze kisebb ügy és elhúzhatóbb ügy, mint egy ilyen, amelyiket viszont gyorsan meg kell fogni. És ugye utána jött Áder János, mint a régi Bibó szakkollégumos, ugye végigcsinált két ciklus semmiféle nagy botrány nélkül, viszont sokan a jobb oldalon és szavazók között is úgy érezték, hát, hogy nem elég, egy, nem elég színes egyéniség. Nová Novák Katalin ugye ezzel szemben egy egyéni arcél volt. Most visszatérhetünk az áderi figurákhoz, akik kevésbé színes egyéniségek? Én azt hiszem, hogy hogy, hogy mondjam, tehát a, a, a köztársasági elnöki tisztség és annak viselője, ...nek nem az az elsődleges feladata, hogy színes egyéniség legyen, vagy, vagy szóval <kül> Ettől messze súlyosabb dolgokat ír elő az alkotmány számára, és, és mentálisan is messze komolyabb feladatoknak kell eleget tegyen. Áder érdekes, mert azért az első ciklusában, és ezt mindenféleképpen az ő javára kell írni, ott olyan turbulens jogalkotás zajlott, amihez nyilván Orbán örömmel örömmel választotta Schmidt Pált, aki teljesen tévesen, tehát szerintem még az alkotmánynak a, a a rávonatkozó részét sem olvasta, teljesen tévesen ugye a jogalkotás motorja akart lenni. Igaz? Ő, aki a jogalkotásnak az őre, nem motorja, őre. Na most ezt a szerepkört ö, Áder azért jól betöltötte, és innen látszik, hogy azért fontos, hogy a végrehajtó hatalom kormányfői oldalával szembe bizonyos tekintetben tekintély legyen. Aki azt tudja mondani, gyerekek, nem lehet 400 valahányszor ö, zárószavazás előtti, Szavazás vagy módosító indítvány. Mert az csak koherencia zavar esetén lehet, ti pedig új törvényeket nyújtatok be, megkerülve az egész parlamentársát megállította. Megállította a föltörvényt. törvényt. Megállított olyan fontos alkotmánymódosítást, ami az egész Magyar politikai rendszert fölforgatta volna nagyon-nagyon károsan, akkor is felszólaltam ellene. Ez a regisztráció intézménye. Hogy csak akik akik bejelentkeztek, hogy akarnak menni szavazni, csak azok mehessenek aztán a választás napján, vasárnap szavazni. Hát ez, 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 ez me, megállította. 34 alkalommal vétózott. Persze, mit mond az ellenzék? Miért nem többször, meg ő is vazallus, meg így, meg úgy, meg amúgy. Hülyesség. Meg kell nézni a dolgot magát. Alapvetően egy Áder egy jó elnök volt. Ha legalább egy olyat most valahogy ki tud préselni a rendszer, akkor megint helyre helyreáll az intézmény. Hogyha ha, ha nem, akkor sajnos, sajnos nem tud megkapaszkodni az intézmény hitele. 2020-ban 2022-ben felmerült már Trócsányi László is, mint elnök vagy Csák János, és végül sokak meglepetésére Novák Katalin lett a Fidesz jelöltje, aki a családpolitikai intézkedéseket vitte tovább, egy nagyon komoly egyéni arcért épített, és egyfajta atlantista ellensúly volt az Orbán kormányjal szembe. Ez most szempont, hogy az elnök inkább atlantistább legyen, mint a kormány? Ezt nem tudom. Ez, ez szerintem a, a belső belső beszélgetések és belső tárgyalásoknak a, a témája, az nyilvánvaló volt, hogy, hogy Novák Katalin úgymond a magyarság jobbikényét kellett képviselje, politikai énről beszélek természetesen. A nagyvilágban ő találkozik, Zelenszki jelő, Ilo ilyenben, és nagyon sok mindenkivel. És mindenkivel. Ami helyes. Tehát ebből a szempontból én ezt helyesnek gondolom. Azt nyilván valamilyen módon elfogadjuk, hogy, hogy hát ez részben részben politikai értelemben is leosztott szerep a miniszterelnök és az államfő a végrehajtó hatalmiák két területén. Az egyik egy szimbolikusabb, kedvesebb és szerethetőbb, a másik pedig a kemény utcai harcos. Ö hogy most, most atlantista, nem atlantista, szerintem nem feltétlenül az a nagy kérdése most a mostani megtépázott renomé után, hogy atlantista vagy nem atlantista, fontos szempont, de nem feltétlenül az, hanem általában az intézmény és annak arculatának hihetőségét kell újra helyreállítani. És ehhez kell jó jelöltet találni felmerült ugye tudósok közül Marót Miklós, Frony Tamás, egykori fideszes politikusok, vagy jelenlegi politikusok, mint Navracsics Tibor, vagy Trocsányi László, most akkor inkább ebbe a jogi végzettségű személyek irányába fogunk elmenni, mint hogy ilyen tudósok kerüljenek a Sándor palotába? Én szerintem, én szerintem, ha a miniszterelnök fejével gondolkodom, akkor, akkor egy meglepetés ember lesz, és és én arra tippelnék, hogy, hogy valami régi nagy rendszerváltó, aki, akinek a tekintélye megkérdőjelezhetetlen a magyar rendszerváltozás sorában. Ez egy nagyon érdekes definíció. Ugye Stumpf István is felmerült, mint lehetséges, ő beleférne szerinted ebbe, akit most leírtál? Beleférne, de nem rá gondolok. <laughs> Na, most feladtad a leszkét, hogy kire, kire, kellene gondolni. Tehát akkor megint az lesz, mint két éve, hogy be vannak dobva nevek, de egy meglepetés jelölt lehet a befutó. Hát én most a miniszterelnök tekintetében ezt tartanám a leghelyesebbnek. Mert, mert, mindenki, aki be van dobva, az azt jelenti, hogy a figyelmünk már ugye odafordult. És mi a feladata? a miniszterelnöknek és a magának a folyamatnak, hogy ezeket a fejeket egy olyan irányba fordítsák, amelyiken van egy pillanatnyi meglepetés, de utána az az érzés kell eltöltse mind a választót, mind a politikai osztály egészét, hogy fú, tényleg. Na most ezt el kell érnie az Orbánnak, ha nem, ha, ha el, visszafordítja a fejét, és odanéz, és azt mondja, na ne, akkor, akkor nem érte el a célját. Úgyhogy én azt hiszem, hogy éppen elég okos ilyen értelemben a miniszterelnök, hogy ő tudja ezeket a szabályokat. Eddig mindig így játszott, furcsa lenne, hogyha most nem ezt a technikát követni. Beszéltünk arról, hogy ez egy presztízsveszteség veszteség lenne a Fidesznek, ha nincsen sem főpolgármester jelöltje, viszont úgy néz ki az ellenzéknek meg nem lesz köztársaság elnök jelöltje, mert a DK momentum kiszállt a folyamatból, hogy közvetlen, közvetlen választás szeretne most akkor ez nekik is egy presztízs hogy nem lesz köztesség. Nem, ők egy másik, old, másik lóra ültek föl, és azt mondják, hogy természetesen lesz jelöl, de nem ebben a rendszerben. Tehát, hogy, hogy ők most egy ilyen system vitát akarnak ebből tovább vinni. És, 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 annak bizonyos népszerűségét learatni, és hát egyben akkor opponálni azzal, hogy na, akkor mi tényleg komolyan gondoljuk azt, hogy, hogy akkor a nép válassza, és ezért a parlamenti folyamatban nem veszünk részt. Viszont mivel a fidesz kdmp nek kétharmados többsége van, így az első körbe meg lesz a választás, ami nem is lesz három. Igen, hát ez, ez, ez így volt. Ez így volt korábban is. Mi várható előbb? NATO csatlakozás, svéd NATO csatlakozás ratifikálása, vagy pedig a köztársasági elnök hát megválasztása? A köztársasági elnöki tisztség a lemondás napjától ott megvan, most nem kezdem el részletezni, a jogi határidők. Ezeket természetesen be fogja tartani a Fidesz, és aztán majd ebbe a folyamatban, a tavaszi ülésszak során egyszer csak a svéd ügyet is előveszik megszavazzák. Akkor, akkor nem, nem Kövér Lászlónak kell aláírni egy rendes köztársasági elnökként a svéd csatlakozás, vagy ez egy vicces dolog lenne? Igen, mert hogy így van, most ő viseli a, a, a tisztséget a házelnökként. Hát ez... Erre nem tudom, hogy oda fognak-e figyelni, lehet, hogy oda fognak figyelni, akkor még egy kicsit várni kell majd a, a, a svéd csatlakozás aláírására. Lezállik a köztársasági elnök választás és berobban a kampány. A Fidesz várhatóan megpróbál majd tematizálni új intézkedésekkel, és az ellenzék pedig megpróbálja ezt az ügyet a felszínen tartani? Nyilván, hogy ezt most megígérte valamilyen szempontból a, a miniszterelnök, hogy akkor Irgun-Burgun, most aztán olyan gyermekvédelmi törvények lesznek, hogy Ihaj-Csuhaj. Hát nyilván, hogy, hogy ezt, ez most meg kell tennie, de hát azért azt fogadjuk el, hogy bocsánat, tehát az egész burtén miről szól? Nem a gyermekvédelem, meg az azelőtti, előtti? Hát a mióta gyermekvédelmizünk, és akkor most jön a nagy csomag. Persze, hát ezt kell tennie, ezt kell tennie, beleszaladtak ebbe a dologba. Úgyhogy ez biztos, hogy tematizálni fogja, és az is biztos, amit már előre vetített, hogy lesz neki olyan csapdák, hogy majd akkor, akkor vigéckedjen az ellenzék, de hát nyilván betesznek valami olyat, ami miatt nem Amit ők nem írhatna, amit nem, nem, tudnak. És persze. akkor LMBTQ, nem, te pedofil simogató, te buzi simogató, szóval belemegyünk megint ugyanabba, amiben egyébként született az előző törvény is. Úgyhogy, hát igen, ez biztos, hogy tematizálni fogja a kampányt, és hát aztán majd a helyi ügyek is tematizálni fogják, tehát ez az országos frontvonalon ez fog menni, de hát azért mégiscsak önkormányzati kampány van, és abban pedig, pedig a helyi jelöltek, helyi polgármester jelöltek pedig a helyi ügyeket fogják vinni. És ugye az LP választásnak meg ugye az a tétje, hogy mekkora lesz a, a Fidesz frakció, hiszen szeretnének egy új Európa Parlamenti frakcióba beülni, ami nagy, nagy valószínűséggel a konzervatívok és reformák lesznek. Ez egy hiba volt a Fidesz részre, hogy eddig elhúzta ezt az új frakciót, és az elmúlt öt évben a, senki fölgyenültek a képviselői? Nem, hát be volt szorulva, hát nem, nem arról van szó, hogy akkor ő azonnyomba kiülünk valahonnan, és akkor azonnyomba beülünk valahova, és hát a háború nagymértékben mértékben bekavart. Tehát ami addig nagyjából világos volt, hogy akkor ez a, az új azok valamilyen konzervatívok és migráció ellenesek, bár azon belül is az egyik volt a párti, mert sok van nála, és akar szabadulni tőlük, a másik meg hozzánk meg ne jöjjön. Igaz? Tehát még itt is voltak szétfeszítő kérdések, de nagyjából ezek úgy rendeződtek. És akkor berobbant a háború. Amelyikben az egyik ukrán párti, a másik nem ukrán párti. Tehát, hogy azért nem olyan, ez, hogy is mondjam, úgy kérdezted, úgy is válaszolok, nem elvesztegetett idő a Fidesz számára, Kellett elemezze a helyzetet, kellett nézze. A szövetségeseket keresni. Akik egyébként meg bizonyos kérdésekben távol állnak tőle, másban meg közel állnak. Hát ez a politika. Az, hogy most a Fidesz hány mandátumot nyer el, az persze fontos. Fontos támogatottsági mutatót fog számukra adni. Plusz egy, mínusz egy mandátum érdemben nem fogja ezt nagyjából befolyásolni, győztesként fogja tudni magát kihirdetni valószínűleg az EP választás után. Nyilván az ellenzék majd kommunikálhatja, hogy a Fidesz veszített, hogy vesztett egy mandátumot, amennyiben viszont a Fidesz plusz mi hazánk 50 felett van, az nem azt vetíti előre, hogy 2026-ban itt balliberális előretörés lesz. <hül> Minden politikus együttésre van a padlótól, egy pofonra van a padlótól. Úgyhogy addig még annyit fognak pofoszkodni, hogy majd látjuk. Szerintem ez egy nagyon jó végszó volt. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. A nézőinknek köszönjük a figyelmet. Ha tetszett a beszélgetés, akkor kérjük iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszont hallásra és viszont látásra.